Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Először megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. Itt ez a kulcs azt jelenti, hogy ő maga biztos a dolgában. És itt megjelenik a nyilvánosság, nála megvan most ez a magabiztos fellépés, és mások észreveszik őt, értékelik őt. Ezzel a kulccsal ő lezár valamit, a múltat, vagy bizonyos kapcsolatokat, de egy időben kinyílik itt egy új ajtó, ezek az újdonságok, a lehetőségek, és biztos lehetsz abban, hogy azt tervezi, hogy megjelenik a nyilvánosságon, azt is jelentheti, hogy ő találkozni akar veled a nyilvánosságon. Lehet, hogy összefuttok, és úgy tesz, minthogyha véletlen lenne, holott ő ezt tervezte, ezt a véletlen találkozást. Hogyan érzi magát? Ő áll itt a középpontban, tehát fontos az, hogy ő hozza most döntéseket, hogy ő irányítsa a dolgokat. Itt lesz egy hír, tehát közeledni fog hozzád, ír neked, de azt is jelentheti a kép, hogy ő vár arra, hogy te írj neki. A kulcs jelentheti azt, hogy ő blokkol téged, vagy fordítva van, te blokkolod őt, és ő tervezi, hogy itt újra kinyíljon egy ajtó, a lehetőség, hogy tudjatok egymással levelezni. És mit fog tenni? Itt a fa jelentheti a biztonság érzetét, ahol ő úgy gondolja, úgy érzi, hogy itt le tud gyökerezni. Ez lehet a kapcsolat kettőtök között. De a fa mellett megjelennek az egerek. És ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Tehát hiányzik a biztonság érzete annak ellenére, hogy a kulcs a kezében van, a nyilvánosságon megvan ez a biztos fellépés, de veled szembe bizonytalan, hiszen úgy érzi, hogy elveszíti a talajt a lába alól. Vagy vannak félelmei, hogy elveszít téged. A fa jelentheti az egészségügyi témákat, lehet, hogy te dolgozol ezen a területen, vagy ő dolgozik ezen a területen, akkor itt bizony megvannak a félelmek, hogy elveszítitek a munkát, de a levél akkor jelent már új szerződéseket, tehát nem kell félni, lesz újra munka, ha ez a téma. A fa jelentheti a betegséget is, vagy nálad, vagy nála, vagy valaki beteg a környezetben, akkor ebben az esetben az egerek tudnak segíteni, hiszen eltávolítják a betegséget, javul a helyzet. És mi köt össze benneteket? A könyv. Az jelenti a tudást. Lehet ez egy továbbképzés is. A könyv jelentheti a zárkózottságot, és bizonyára így volt a múltban. Olyan titokzatosnak tűnt minden. De most itt van a kulcs, és ezzel a kulccsal ki lehet nyitni ezt a könyvet. Azon kívül az egerek eltávolítják a zárkózottságot, tehát változik a helyzet, hiszen nyitottan beszél veled bizonyos tervekről, vagy érzelmekről, vagy megvannak az elvárásai, hogy te is nyitottan beszélj veled.
Ha letiltott, akkor itt változik a helyzet, mert újra feloldja, tehát lesz újra kapcsolat. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender rám!